Érző szívvel, józan ésszel. Ez a jelmondata a Hungary Helps programnak, amelynek munkájáról, a migráció jelenségéről tartottak fórumot Siklóson szerd este. A terület országgyűlési képviselője azt mondta, 2015-ben a körzetében élők is megtapasztalhatták, mit jelent, ha ellenőrizetlenül érkeznek hozzánk a bevándorlók. Akkor volt olyan hónap, hogy 36 ezer migráns érkezett megyénkbe. Ez akkor azt jelentette, hogy a választókeretben 6 város, Siklósnak, Szigetvárnak, Szentlődincnek, Sázsnak, Harkánynak, Sejének, tulajdonképpen az agastyánoktól, hogyha lehet így fogalmazni, a csecsemőkig mindenkit le lehetett volna cserélni egy-egy migránsra. És akkor Magyarország azt mondta, hogy nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy ahol a baj van, ott kell segíteni. És a Magyarország Segít Program az egy olyan bizonyítéka ennek a mondatnak, amivel szeretnénk, hogyha minél többen meg tudnának ismerkedni. A program megvalósításáért felelős államtitkár tartott nyitó előadást a Baranyai városban. Ebben összefoglalta, milyen tevékenységeket végeztek. Összességében a Hungary Helps program keretén belül humanitárius gyors segítséget nyújtottunk Közel-Keleten, Afrikában, válságövezetekben újjáépítéshez járultunk hozzá, és összességében 4 év alatt több mint 400 ezer embernek a megmaradását tettük lehetővé. Tehát ők voltak azok, akik a migráció helyett a magyar segítségnek köszönhetően a helyben maradást választották. A szíriai újjáépítésben pedig több száz család térhetett vissza a magyar programban rendbehozott otthonaikba. Az elmúlt 4 évben egyébként 21 milliárd forintot költöttek a közösségek helyben maradásának támogatására.